Gyerekek, ellenőrizzük, jó? Egy átlagos hétköznap az egyik győri iskolában tizenévesek készülnek a következő órára, vagy éppen a barátokkal beszélik meg a délutáni programot, éppen ők, vagyis az általános és középiskolások a legveszélyeztetettebb korosztály a szakemberek szerint. Nálunk Magyarországon is egyre több fiatal jut el oda, hogy felmerül benne az öngyilkosság gondolata, sőt, sok gyerek el is dobja az életét. Mindez pedig azért, mert nincs kivel megbeszélniük lelki problémáikat. A szülők rohannak, a barátoknak pedig sokszor cíki elmesélni az aprónak tűnő gondokat. A Magyar Gyermek Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Országos Szervezetének győri elnöke szerint idehaza naponta lesz öngyilkos egy-egy olyan fiatal, akinek segítségre lenne szüksége, de nincs kihez fordulnia. Katasztrofális a gyermekgyilkosságoknak a száma, és ezt a kamerába bele is mondom most, kérem, minden nap Magyarországon egy kisgyermek öngyilkosság által meghal, és erre nem figyelnek föl. A gyermektelefonos lelki segélyszolgálatok éppen azért alakultak meg országszerte, hogy lehetőleg még az utolsó előtti pillanatban meghallgassák a problémás fiatalokat és segítsenek őket életben tartani. Ez az esetek döntő többségében sikerül is. Így is rengeteg azonban az olyan gyermektragédia, amikor egy-egy tizenéves annyira kilátástalannak tartja a helyzetét, hogy inkább eldobja az életét. A statisztikák megdöbbentőek, és ezeken csak is összefogással lehetne javítani. A hozzáértők szerint a család, a barátok és a tanárok felelőssége óriási, és ha ők egy kicsit több időt szánnának az észrevehetően lelki problémával küzdő gyermekekre, akkor számtalan értelmetlen tragédiát lehetne megelőzni.